Közel 2 évtizede Angliából indult el a kezdeményezés, hogy Valentin nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára irányítsák a figyelmet. Tamásiban számos programmal készültek, nem csak a már házasságban élőknek, hiszen a legkisebbeket is megszólította az egy héten át tartó programsorozat. Hát a házasság hete jelentősége alapvetően az, hogy figyelni akarunk az egyik legnagyobb értékünkre, ami meggyőződésünk szerint a család. Sok mindenről lehet beszélni a család kapcsán, de igazából számunkra az első és a legfontosabb az, hogy egyáltalán beszélünk róla. Mert a mai világban az egyik legfontosabb dolog az, hogy amiről nem beszélnek, az gyakorlatilag nem is létezik. Legalábbis nagyon sokak fejében ez így van. Ezért fontos az, hogy beszéljünk róla, fontos az, hogy tanúságot tegyünk arról, hogy vannak olyan alapértékeink, amikre épül az életünk. Előkészületként már korábban ugye meghirdetésre került ez a rajzpályázat, ami ugye most került értékelésre. Ezek az alkotások azért megindítóak. Maguk gyermeki egyszerűségében is elgondolkoztatóak, hogy hogyan és miként látják a gyermekek a család közösségét, életét. Van, aki az elfoglaltságokban, van, aki egy templomi közösséget rajzol, van, aki egy bárkaszerű rajzolt, ahol mint egy együtt támogatja, segíti egymást a család minden tagja. Elgondolkoztatóak. A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökké való értékét. A gyakorlati példamutatás keretében ezúttal egy közismert házaspár adott betekintést mindennapjaikba a tamásiak számára. Megválaszolni nem lehet, de példákat, a saját tapasztalatunkat meg tudjuk osztani. A mi tapasztalatunk az, hogy magától nem sikerül ezt megőrizni, csak akkor, hogyha teszünk érte, hogyha minden nap valamit teszünk azért, hogy életben maradjon a élő, maradjon a kapcsolatunk. Ezeket az apró tapasztalatainkat, vagy ezekből egy csokrot fogunk megosztani, amik nekünk segítenek élőnek, és ezért boldogítónak megtartani a kapcsolatunkat, megtartani a szeretetet. Állandóan visszatérő kérdések vannak. Arról szerettünk ilyenkor beszélni, hogy a házasságot azt legfeljebb utólag visszatekintve mérjük évtizedekben, a jelenben, meg előre tekintve inkább fél órákban mérjük, és hogy ezeket a fél órákat hogyan tudjuk tartalommal megtölteni, hogyan tudjuk úgy megélni, hogy azok aztán évtizedekké álljanak össze. Néhány szempontot adunk. Olyan szempontokat, olyan apróságokat mondunk el, amelyek nekünk segítenek. És aztán ugyanilyen szempontok, meg ugyanilyen apróságok előjönnek a résztvevőkből is. Kérdés formájában, vagy visszajelzés formájában, és jó ezekre rácsodálkozni, hogy tényleg nekünk ezek fontosak, másnak meg más fontos, és kölcsönösen gazdagodunk egymásból. A házasságban időnként adódnak zökkenők, apróbb döccenők, amit meg kell oldania a párnak. Mi is emberből vagyunk. Igen, szóval, hogy a példáink azok leginkább ilyen megküzdött nehézségeknek, vagy surlódási pontoknak a példái, amiket sikerült valahogy az életünkben harmonikusabbá tenni. Amit eddig mi tanultunk a működésünkből, a kapcsolatunkról, azt tudjuk egy picit általánosítva elmondani, de mégis nagyon személyesen, hogy mi mit tapasztaltunk meg, mi hogy küzdöttünk meg ezekkel a helyzetekkel, hogy hát ha van, akinek segít. Hát igazából ez a döntés, ez 2010-ben kellett, hogy megszülessen, mert akkor voltunk mi a házasság hete arc házaspárja, és hát onnantól kezdve sodor magával a lavina, tehát akkor volt egy döntési pont, hogy akarjuk-e ezt, vagy nem akarjuk, ki akarjuk-e tenni a házasságunkat a nagy nyilvánosság elé, vagy nem. És hát azóta pedig évről évre ezt tesszük, meg még évközben is nagyon sokszor ezt tesszük, hogy azokról a megküzdött, meg átélt örömökről, meg bánatokról, meg nehézségekről beszélünk, amelyek nekünk fontosak, vagy így visszatekintve mérföldköveknek tűnnek, vagy fontos döntési pontoknak tűnnek. Soha nem elméletet mondunk, nem a tankönyvet mondjuk fel, hanem a saját életünket hozzuk. Tamásiban az egész hetet átülelő programsorozat a házaspárok megáldásával zárult a vasárnapi szentmisén.